Az Európai Uniót meglepte az új Kína befolyásának ellensúlyozására megkötött amerikai-brit-ausztrál partnerségi szerződés. Brüsszel elemezni fogja ennek következményeit, közölte Josep Borrell, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Egy ilyen jellegű megállapodás nem két nap alatt dolgoznak ki, ehhez több idő kell. Ennek ellenére az Európai Unióval nem konzultáltak róla. Ez egy jó pillanat arra, hogy ismét szembenézzünk az Európai Unió stratégiai autonómiájának fontosságával, fejlesztésének szükségességével. Újabb bizonyíték annak, elsősorban önmagunkra számíthatunk, fogalmazott Borrell. A kínai külügyi szóvivő sokkal kritikusabban fogalmazott, ítélte el a háromoldalú védelmi megállapodást. Az amerikai-brit-ausztrál nukleáris tenger alatt járókkal kapcsolatos együttműködése súlyosan alássa a regionális békés stabilitást, fokozza a fegyverkezési versenyt, veszélyezteti az atomfegyverek elterjedésének megakadályozására tett erőfeszítéseket, ezért rendkívül felelőtlen lépés. Az AUKUS-nak elnevezett kezdeményezés elsődleges gyakorlati céljai közé tartozik az ausztrál haditengerészet felszerelése nukleáris meghajtású, de hagyományos fegyverzettel ellátott tengeralattjárókkal, hogy közösen őrködjenek az indiai és a csendes óceáni térség biztonsága és stabilitása fölött.